Ripszám Szintia vagyok, egy 7 éves Dravet-szindrómás kislányom van. Ez egy olyan fajta epilepszia, ami jelen pillanatban gyógyszerrezisztens, tehát nem sikeres a gyógyszeres kezelése. Hát megpróbálom röviden, bár... Igazából, amikor én is találkoztam ezzel az egész történettel, amikor olvastam egy cikket a Charlotte kislányról Colorado-ban, akit ugye a heti 300 rohama kezelésére, ugye CBD olajjal, most már így tudom, akkor még fogalmam sem volt, hogy hogyan hívják, kezelték, és hogy nagyon nagy sikereket értek el. Igazából a maga tehetetlen állapotból egy egész élhető és egy tök pozitív, boldog családdá tudtak válni, és ez nekem borzasztóan inspiráló volt. Tudtam, hogy Colorado nagyon messze van, és tudtam, hogy ez szinte egyenlő a lehetetlen. De mégis annyira foglalkoztatott a dolog, hogy kutattam, informálódtam, féltem, ez tény, tehát a félelem bennem volt. Nem is nagyon mertem mondani senkinek, még az sem, hogy én ezeket a dolgokat kutogatom az interneten. Aztán mégiscsak belebotlottam csoportokba, segítőkbe, informálódtam, és ezúttal tényleg szeretnék köszönetet mondani minden beteg nevében a kutatóknak, orvosoknak, segítőknek, aktivistáknak, akik kiállnak az egész mellett, mert nagyon nagy szükség van rájuk. Egy éve használom a CBD olajat a kislányomnál. Jelen pillanatban nem értük el a rohammentes stádiumot, de én bízom benne, hogy elfogjuk. Nagyon nehéz beállítani az adagolást. Van, akinél egy egészen pici dózis is nagyon nagy eredményeket hoz. Van, akinél sokkal több kell, és ezt nem lehet össze-vissza kapkodva kutatni, illetve próbálni. Nyilván én is alaposan meggyőződtem arról, hogy a gyermekemnek adom, tehát, hogy felelősségteljesen használjam a dolgot. És nagyon hálás lehetek azért is, hogy olyan neurológusom van, akivel ezt meg tudtam beszélni. Azt is nagy szónak tartom, hogy a jelen pillanatban 2 antiepileptikumot használunk. Éppen bevezetésre került volna egy harmadik gyógyszer, és ez a harmadik gyógyszer, hála Istennek, elmaradt, tehát maradtunk a 2-nél, és elég stabil állapotban van a lányom. Illetve fontosnak tartom beszámolni arról, hogy milyen eredményeket értünk el például a kognitív fejlődésében. Tehát nem csak az epilepsziás rohamok gátlásában, hanem a beszédfejlődésben, a mozgás javulásában. Ugye ez a Dravet-szindróma sajnos egy nagyon összetett szindróma, ami a mozgásban is problémát okoz, a beszéd, a kognitív fejlődés, minden szocializáció, tehát egyéb sok, és ugye ennek nyilván vannak súlyossági fokozatai, és nagyon nagy eredményeket értünk el. Ezeket a visszajelzéseket a fejlesztőink, óvodai pedagógusoktól kaptuk, hogy nyilván ők nem tudják, hogy a gyermek éppen egy ilyen kúra alatt van, de teljesen pozitív eredményekről számoltak be. Mondják, hogy mi történt a gyermekkel, ki van nyílva, fejleszthetőbb, együttműködőbb. Olyan eredményekről számolnak be, ami nyilván egy szülőnek is hatalmas nagy öröm. A félelem az, ami visszatartja az embereket, tehát nagyon fontosnak tartanám, hogy tájékoztassuk az emberiséget arról, hogy ez nem az a fekete bárány, az a mumus dolog, amitől mindenkinek visszajognia kellene, és nem egyenlő egy olyan ártalmas droggal, ami megvetendő. Tehát kellene, hogy az emberek tisztában legyenek a kutatási eredményekkel, illetve hát az információk nagyon fontosak lennének, hogy eljussanak, mert jelen pillanatban, ha egy szülő Magyarországon megpróbál utána járni a dolgoknak magyar nyelven, nem sok minden van fent egy-két újságcikken keresztül, tehát el kell tudni jutni azokhoz a segítő szervezetekhez, akik a megfelelő fórumokon keresztül el tudják juttatni a kutatások eredményét, és persze ezt lefordítva laikus nyelven, hiszen
nem mindenkinek egyértelmű. A harmadik nagyon fontos dolog az anyagiak. Tehát ha egy szülő eljut arra a pontra, hogy tájékozódik, legyőzi a félelmét, meggyőződik róla, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog lenne, és segíthetne az életminőségen, a gyógyulásban, kinek, miben, az anyagiak. Tehát egyszerűen én hálát adhatok a Jóistennek, hogy ezt még eddig meg tudtuk valósítani, illetve be tudtuk szerezni, de hány olyan szülő és család van Magyarországon, akik egyszerűen nem tudnák megtenni, és ott ülnek tehetetlenül. Biztos, hogy nagyon rossz érzés lehet, hogy egy olyan dolog állna rendelkezésére, ami segíthetne a gyermekén akár, ugyanis csak a saját példámról tudok beszélni, nyilván mindenki csak a sajátjáról tud, de egyszerűen nincs rá anyagi fedezet, tehát elérhetetlen számára. Nagyon fontos, igen, hogy folyamatosan jó minőségű legyen, hogy folyamatosan kontrollált legyen, hogy olyan megbízható helyről tudja beszerezni az ember, hiszen igazából olyan nagy, tehát nincsenek ugye laborjaink, ahol ezeket le tudjuk ellenőrizni, ráhagyatkozunk a labor eredményekre, és ha már valaki olyan helyről szerzi be, hogy legalább egy labor eredményt tudnak adni, az is egy nagyon pozitív és jó dolog. Jelen pillanatban ugye a CBD az, ami elérhető. Nagyon sok szülővel vagyok kapcsolatban, hát szerte a világon ugye vannak Facebook csoportok, ahol ezek a szülők így egymás segítve kapcsolódnak és beszámolnak a tapasztalataikról. Hát nagyon sok csodálatos gyógyulásról és javulásról tudnék beszámolni, mikor a szülők az egy évvel ezelőtti képet és a mostani képet felrakják a gyerekükről, és gyakorlatilag olyan gyermek van az előző képen, az egy évvel ezelőtti képen, aki egy csontsovány, leszedált gyermek, és a másik képen egy életvidám, meghízott kis normál gyermek külsejű, és boldog az egész család. Tehát ezeket nem lehet szavakkal leírni, ezt át kell élni, és ez hatalmas segítség ezeknek a családoknak. Egy picit puskázok, bocsánat. Igen, tehát gyakorlatilag a mellékhatások, ugye, ami a gyógyszerekkel szembeállítom, tehát amikor a gyermekem gyógyszerét kiváltom a patikában, és ráiratják velem a személyigazolvány számot, és megkérdeztem, hogy megmondanák, hogy miért kell ráírni, hát nyilván tudom, hogy antiepileptikum, de hát receptem van róla, és egy orvos írta föl nyilvánvalóan. Hát ugye látom a sajnálatot a patikusnak a szemében, hogy hát ez egy olyan erős ideggyógyszer, amit ilyen szabályozás köt. Szóval ezzel szemben a CBD olaj egy szelíd gyógymód, aminek köszönhetem, hogy a gyermekem a csontsoványságból 6 kilót hízott fél év alatt, tehát kikerekedett, és ez egy szülő számára ez egy nagyon jó látvány, mikor jól néz ki a gyerek. És amikor beszámolnak ugye a fejlődéséről, és amikor tudom, hogy a havonta a heti egy roham helyett, most ebben a hónapban csak egy rohama volt, már akkor is örömmel vagyunk a roham után, hogy de legalább 3 kimaradt. És ezek a legfontosabbak, igen, hogy a gyógyszerek helyett mennyivel másabb lenne, hogyha ezeket az alternatív gyógymódokat meg tudnánk valósítani a családtagjaink és gyermekeink számára. Tudok olyan szülőről kint Amerikában, akik nem csak CBD-t használnak, hanem nagyon minimális, de valamennyi tartalmú THC-t is. Illetve tudok olyan szülőről, akinek 3 éve rohammentes a gyermeke, Dravet-szindrómás ugyanígy, és az ő elmondása szerint THC-t használnak, mikrodózist, ami azt jelenti, hogy 1 milligrammot oszt el 3-4 adagban egy nap. Tehát olyan pici adag, hogy hihetetlen, de egyszerűen 3 éve ezzel rohammentes a gyermeke. Ezt csak úgy példának mondom el, mert fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy nem csak a saját magam nevében állok ide ki, hanem nagyon sok szülői tapasztalatot
tudok megosztani, akik örömmel osztják meg egymás között a sikertörténeteiket. És azt is örömmel vettem, hogy tudok olyanról, hogy Amerikából rendeltek be Magyarországra CBD tartalmú oldatot, olajat, bocsánat, elnézést, ez csak az izgatottság miatt van. És igaz, hogy egy elég erős ellenőrzésen ment keresztül, és minden üveget felbontottak, és minden üveget megvizsgáltak, de beengedték Magyarországra. Tehát ez is bizonyítja, hogy nincs mitől tartani a szülőknek. Tehát gyakorlatilag csak ennyi, hogy több információra lenne szükség, és nagyon szépen köszönjük minden segítőnek, akik támogatják a kutatásokkal, és minden orvosnak, aki részt vesz ennek a dolognak a segítésében. Köszönöm. Nagyon köszönjük ezt az előadást, ami emlékeztetett arra, hogy miért is csináljuk azt, amit csinálunk, nem csak mi, hanem az orvosok és az egyéb szakmák képviselői.